Köszöntelek a Linux Akadémia online rendszergazda képzésén. Czakó Krisztián vagyok. Ma az Ubuntu 16.04 LTS szerver haladó telepítését tanulod meg. Megmutatom, hogyan készíts megbízható, könnyen menedzselhető Linux szervert. A mai alkalommal tehát a nemrég megjelent Ubuntu 16.04 Xenial Serus szerver haladó telepítéséről lesz szó. A telepítésnél alapvetően az UEFI rendszert fogom használni, ami minden mai modern szerverben már megvan, sőt a desktopokban is, és ennek megfelelően a GUID Partition Table-lel fogok dolgozni. Távoli SSH alapú telepítésre fogok dolgozni, hogy megmutassam azt is, hogy az hogyan működik Software Raid-del, illetve a logikai közvetkezelővel, tehát az LVM rendszerrel, ami nagyban egyszerűsíti az adminisztrációt. Pár szót érdemes azt hiszem ejteni az EFI-ről, vagy UEFI-ről. Ez gyakorlatilag a modern hardverek bootolási technológiája, egy egységes firmware interfész, ami, vagy bővített firmware interfész, ugye az E az nem a magyar egységes szóból származik nyilván. A célja az, hogy egy egységes minden környezetben jól működő bootolási mechanizmus csináljon, ami persze túlhaladja a BIOS-nak a korlátjait. Tehát a hagyományos régi BIOS-os megoldást el kell felejteni, sok éve működik ez már, nem egy új dolog, viszont egyre kevésbé fog működni a BIOS-os megoldás. Ugye például BIOS-os környezetben az MS-DOS-os partíciós táblával a 2 terabájtnál nagyobb diszkekkel nem lehet dolgozni, és így tovább. Persze az GPT-vel ki lehet kerülni, nem is ez a fontos, hanem az, hogy a modernebb technológiát mutassam most meg neked, úgyhogy az EFI-vel fogok dolgozni. Ennek vannak előnyei, hátrányai, van egy-két dolog, aminél a telepítésre, amire oda kell figyelned, amikor telepítesz, hogyha EFI-vel dolgozol, picit másképp bootol a rendszer, mint BIOS-szal. Ezeket meg akarom mutatni neked, ezért is ezt választom. Aztán a Software Raid a másik, amivel foglalkozni szeretnék, fogok beszélni arról, hogy miért a Software Raid-et, miért ne a Hardware Raid-et használj, és kérdezően abban a gépben, amin a telepítést meg fogom csinálni, 5 darab diszk van, ezen két különböző RAID technológiát is meg fogok mutatni, RAID 1-et a rendszernek, ami a legnagyobb redundanciát nyújtja, és RAID 6-ot az adatoknak, ami magas redundancia mellett, még az adatkapacitásban is elég jó. Ezekről majd a telepítésnél, a RAID beállításnál fogok bővebben beszélni. Aztán ugye az az LVM, amit már régen-régen mondok, hogy érdemes használni. Mindig sokszor látom, hogy nem használják emberek, idegenkednek egy kicsit tőle, pedig egy nagyon jó rendszer, nagyon nagy mértékben megkönnyíti az adminisztrációt. Egyrészt jól föl tudod osztani a diszket, nem kell egy partíción dolgozni az egésszel. Ez az egyik része. Biztonság szempontjából is ennek vannak előnyei, menedzselhetőség szempontjából is. Ez a nagyfokú flexibilitás az, amit nyújt neked, amit később fogja meghálálni magát, és később leszel nagyon hálás azért, hogy ezt megcsináltad, amikor bővíteni kell diszkel a rendszert, vagy diszkeket kell cserélni a rendszerben, nem RAID-ben kihaló diszkeket, hanem hogy nagyobb diszkekre cserélni, akkor az LVM nagyon-nagyon sokat tud neked segíteni, mentésnél nagyon sokat tud segíteni a snapshot funkciója, és így tovább, úgyhogy ezzel fogok dolgozni. Két kötet csoportot fogok értelemszerűen ebbe létrehozni, az egyiket a RAID 1 tömbön a rendszernek, a másikat pedig a RAID 6 tömbön az adatoknak. Fájrendszer ez a másik érdekes kérdés, milyen fájrendszert használj egy mai modern Linux szerveren. Én azt gondolom, hogy az Extended Fájrendszer X2, X3, X4 az egy nagyon jó fájrendszer, de túlhaladtunk rajta, el kell felejteni. Két jó lehetőséged is van a Linux rendszerben, telepítésnél viszont csak egy. A BTRFS-t és a ZFS-t tudom neked nagyon előszeretettel ajánlani, mind a kettő megvan már a 16.04-es Ubuntu-ban, de telepíteni csak BTRFS-re tudsz, úgyhogy ezzel fogok foglalkozni. Egyrészt ugye LVM-en szétszedve a rendszert, igen, a BTRFS-nek van RAID funkciója, meg kötetkezelő funkciója, ezeket most nem fogom használni. A RAID funkciót még éles környezetben nem is szívesen ajánlom, a kötetkezelő funkciója nem lenne rossz, bár annyira azt nem szeretem. Tehát ehhez képest nem ad annyival többet, mint az LVM, az ZFS-nek a datasetje ilyenhez képest fényévekkel jobb, de ZFS-re nem tud telepíteni az Ubuntu, azt másképp kell megcsinálni, arról egy későbbi másik alkalommal fogok beszélni, hogy hogyan telepíts, ha ZFS-re akarsz natívan telepíteni, viszont a BTRFS egy nagyon jó választás, hogyha gyári telepítőt használod, alapvetően a copy on write technológia, ami a BTRFS-be be van építve, az biztosítja azt, hogy FSCK-val nem fogsz találkozni, a legdurvább leállás sem fog fájrendszer sérülést okozni,
Feltéve nyilván, ha a hardvered olyan, és itt jön például az, hogy mik a szoftver réd előnyei a hardverrel szemben, hogy a oprendszer tudja, hogy mi volt diszkre írva, és mi nem. A BTRFS viszont soha nem módosít, mindig lemásol, és azt ír, aktiválja utána. Az EFS hasonlóképpen működik, ami gyakorlatilag tényleg azt jelenti, hogy a fájrendszered nem sérül, a hosszas FSCK-kat el lehet felejteni, a megsérült tönkremenő fájrendszereket el lehet felejteni, és ezt a BTRFS is tudja. Meg van még egy-két jó dolog, amit tud, az megint egy másik téma lesz, hogy hogyan menedzselj egy BTRFS környezetet. Az EFS-ről volt ugye már egy képzés, a telepítés az EFS-re meg majd fog következni. No, hát szét fogom tehát szedni a fájrendszeremet, illetve a diszkemet külön a fontos dolgokra, USR, var, home, log, és így tovább, majd ezeket részletezni fogom a telepítés során, hogy mit és hogyan érdemes szétszedni. Annyi helyet allokálok ugye mindennek, ami kell, később nyugodtan tudom a logikai kötetkezelővel növelni a számára fenntartott helyet, úgyhogy ezben is nagyon nagy előny az LVM, illetve a csatolási mount opciók segítségével egy picit a biztonságát is tudom majd növelni a rendszeremnek. Tehát erről lesz szó az április 28-ai csütörtök este 7 órakor kezdődő képzésen, amire szeretettel várlak. A regisztráció, a részvétel ingyenes, a linuxakadémia.hu oldalon megtalálod, egyszerűen csak be kell jelentkezned az oldalunkra, és ott lesz majd az élő képzésre a link. Tehát szeretettel várlak 28-án este 7 órakor.